Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. Ember és életismeretfejlesztő képzés. Csonka Erzsébet vagyok, PPH egyik vezetője. Én Tóth Ferenc vagyok, szintén a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket. Remélem, ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól és nemtől függetlenül. Én azért kezdtem itt a PPH-nál tanulni, mert éreztem, hogy valami másra van szükség, mint amiket addig tanultam három évtizeden keresztül. Hálás vagyok a Teremtőnek, hogy ide vezérelt. Itt valóban egy olyan komplex képzést kapunk, módszerekkel és alkalmazási technikával együtt, amit a hétköznapi életben is tudunk alkalmazni, de azon túl a személyiségünk fejlődésében a leghasznosabb. Megtanulunk bánni önmagunkkal, másokkal, csapattal, minden életterületünket, ha úgy tudjuk megélni, hogy nem hibázunk, tehát már megelőzzük azokat a hibákat, amit előfordulhatnak, már akkor megérte. Ez egy nagyon különleges tudás, amivel egy új korszak létrehozását szeretnénk megvalósítani. Egy pár szót én is szeretnék szólni magamról. Rákóczi falváról érkeztünk, párkapcsolatban élünk. Jelenleg még civil foglásom, civilhatjúgépészként dolgozom, de egyre jobban inkább a PPH csapatszervezést tekintem fő tevékenységemnek. Tulajdonképpen én is azért kerültem a PPH-hoz, természetgyógyászattal kezdtem szüleim révén, de valahogy mindig kerestem valamit, hogy éreztem, hogy nem a gyógyítás a feladatunk, hanem inkább az emberek fejlesztése és segítése, hogy minél hamarabb visszakerülhessünk az eredeti létformánkba. És ezt a lehetőséget találtam meg itt Szedlacsik Miklósnál egy hiteles tanító személyében. Mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapító és vezetője fogja tartani. Előadunk egy olyan vezető, akinek a tudása, a képességei, a tapasztalatai olyan páratlan kombinációval léteznek, ami egyedülállóvá teszi őt a bolygón. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló a mi vezetőnk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót, úgyhogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású. Vezetünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygónkon legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetőnk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Például mennyire tudtátok, hogy kire szavazzatok? A világ az nem az, csak benne az emberek. Érdekes világot élünk, nem? Hát nekem egy kicsit furcsa, ugye az a fajta szemlélet, ami ugye el van uralkodva itt a nyugati civilizációban, avval kapcsolatban, hogy ugye, hogy mennyire pénzcentrikusak az emberek, és gyakorlatilag mennyire képesek, mit tudom én, mondjuk harácsolni. Tehát, és a harácsolás érdekében mennyire képesek mondjuk eladni a saját lelküket. És ugye a hatalomban
gyakorlatilag teljes egészében ezt látni, hogy a hatalomban lévő emberek azok a hatalomért, de hát ugye mi van a hatalom mögött általában? Ugye vagyonosodás, tehát mondhatjuk azt, hogy a vagyonosodás végett, mennyire képesek az emberek eladni a saját lelküket. És ugye ez nem csak a politikusoknál látni ezt a fajta működést, hogy mennyire oda vannak a pénzért, vagy sok ember ugye mennyire oda lenne, vagy oda van a pozícióért például. Ez ugye az átlag embereknél is látni. És hát pedig ha végig gondolja az ember, akkor igazából nem ezért vagyunk itt a bolygón. Tehát nem azért vagyunk itt a bolygón, hogy mondjuk az anyagért dolgozzunk, tehát ugye annak idején a föníciaiak időszakától indult el maga a pénz, és maga a pénz az itt létezik a bolygón, de máshol nem. Tehát gyakorlatilag a világegyetemben olyanra, hogy pénz, nincs szükség. Tehát nem is volt szükség sose. Nyilván olyan, hogy hatalom, az van, meg volt is a világegyetemben, de a hatalom az mindig a képességekre épült, és nem a pénzre. Tehát a történelem során a föníciaiak előtt ugye úgy oszlott meg a hatalom, hogy minél jobb képességű ember, tehát csak minél jobb képességű ember juthatott el vezető pozícióba, és minél magasabb vezetői pozícióba kellett eljutni egy embernek, annál jobb és jobb képességekkel kellett rendelkeznie, és nem örökölhette senki a pozícióját. Tehát hiába volt neki akárhány gyereke, azt a pozíciót senki nem örökölhette. Ugye most is azt mondhatnád, hogy hát ugye most is mondjuk egy miniszterelnöki pozíciót nem örökölheti a fia, mert ugye, hogy állítólag ugye válasszák. Na most ugye, hogy mennyire tiszta a választás, amikor ugye informatikai úton megy a választás jó része, tehát számítógépet, gyakorlatilag a számítógép programozók úgy manipulálják, ahogy akarják, és ha valaki nem azt gondolja, tehát azt gondolja, hogy a világon, ahol számítógépet bevonnak a számolásba, hogy ott nem lehet manipulálni, hát akkor óriási tévedésben van, ott lehet igazán manipulálni, amikor a számít, mert egyszerűen a számítógép az egy program alapján működik, és a programba egy veszőt átírnak, akkor már az a program nem azt csinálja, amit előtte. Szóval a lényeg az, hogy tehát amióta ilyen technikai világban élünk, akkor gyakorlatilag a hát nagyon nagy mértékben, ugye úgy, hogy az emberek fizikailag rá se tudnak jönni, lehet manipulálni magát a programokon keresztül a választást. Jó, tehát ha valaki azt gondolja, hogy ez nem így van, akkor óriási tévedésben van. Szóval a lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol ugye azt mondanád, hogy itt sem örökölhető a hatalom, de mégis örökölhető a vagyon. Érted? Tehát régen olyan, hogy a pozícióhoz tartozott a hatalom, tehát a pozícióhoz tartozott hatalom, a hatalomhoz tartozott nem tulajdon, hanem használt, mit tudom én, épületek, használt eszközök. Tehát úgy képzeld el, mint hogy a vagyon az teljes egészében úgy működött, mint most mondjuk
az államfők pozíciója. De minden szinten így működött a vagyon és a hatalom. Tehát ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag valaki bejutott egy pozícióba és kikerült abból a pozícióba, akkor a gyereke az nem örökölhette azt a vagyont, azt a pozíciót. Tehát nem volt olyan, hogy személyes vagyon, érted? Tehát az volt a személyes vagyontárgy gyakorlatilag, amit magadra tudtál fölvenni, érted? Tehát annyi volt, amit gyakorlatilag a saját közvetlen használatodra használtál, az volt a vagyontárgy. Tehát ez ugyanolyan, mint például egy miniszterelnöknek is, ha bevonul egy, mondjuk egy miniszterelnöki rezidenciába, az nem az övé, és az ottani bútorok, stb. Stb. Sem az övé, csak az a közvetlen használati tárgy az övé, amit ő közvetlenül használ, az a ruhája, a fogkeféje, stb. Stb. De a többi nem az övé, érted? És a világon, a múltban, a föníciaik előtt minden így volt, hogy csak az volt az embereké, amit magukon hordtak, egyébként semmi más. Tehát az azt jelenti, hogy amit használtak, az nem saját tulajdon volt, érted? Tehát mit tudom én, laktak mondjuk egy jurtában, az nem a saját tulajdona volt, érted? Hanem az hozzájárt az ő életéhez, az ő pozíciójához, nem tudom, világos-e. Na most, tehát mondom, az egész úgy működött, mint most a hatalom nem egész csúcsán lévő választott embereknek a tulajdona, ami azt jelenti, hogy nem tulajdona. És onnantól kezdve, hogy lett a pénz, onnantól kezdve kezdődött az, hogy akkor a pénzen megvásárolható tulajdon, érted? Tehát régen nem lehetett megvásárolni tulajdont, mert az a kifejezés, hogy tulajdon, gyakorlatilag ez nem létezett, nem tudom, elég világos vagyok-e. És ez a föníciaiaktól indult el, hogy gyakorlatilag lehet felhalmozni dolgokat. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki, mit tudom én, volt egy pozícióba, és abban a pozícióban ugye több vagyontárgyal rendelkezett, de az nem az ő tulajdona volt, és ezért ugye a gyerekének is több vagyontárgya volt, amit használhatott, de a gyereke nem volt olyan képességű, mint az apja vagy az anyja, akkor nyilván abba a pozícióba ő nem kerülhetett be, és nem rendelkezhetett azok fölött, a vagyontárgyak fölött. Ez ugyanolyan, mintha az Orbán Viktornak a gyereke nem lesz miniszterelnök, akkor nem lakhat a miniszterelnöki rezidenciába. Nem tudom, világos-e. Csak addig, ameddig az Orbán Viktor nevelte mondjuk a saját gyerekét, érted? Addig lakhatott ott a rezidenciába. Érthető ez? Na most, de ez a történelemben, a föníciaiak előtt, ez minden szinten így működött, hogy az volt az összvagyontárgya az embernek, amit magára föl tudott venni. Érted? Slusszpassz, vagy közvetlenül használta, tehát mit tudom én, mondjuk a mai világban, mert régen nem biztos, hogy volt fogkefe, de a mai világban mondjuk a fogkefe az egy közvetlen használati tárgy. Érted? És azt nyilván más nem fogja használni. Szóval lényeg az, hogy egy ilyen világból alakult át az, hogy kitalálták a pénzt, méghozzá alsó entitások, az entitás az azt jelenti, hogy szellemlények, alsó szellemlények, milyen alsó szellemlények? Nem jó indulatú, hanem rossz indulatú szellemlények, azért találták ki a pénzt, hogy lehessen a hatalomban lévők esetében ugye elérni azt, meg más emberek esetében is, hogy ne a képességekre épüljön a pozíció, hanem gyakorlatilag a vagyonra épüljön a pozíció. Mert most mondok példát, ugye a legtöbb ember azt gondolná, hogy egy országban az első ember, mit tudom én, mondjuk
az államelnök vagy a miniszterelnök, de ez nagy tévedés, mert gyakorlatilag az államelnökök a világban, meg a miniszterelnök a miniszterelnökök a világban, a világ nagy részében gyakorlatilag nem rendelkeznek olyan vagyonnal, mint bizonyos emberek. És azok, akik sokkal nagyobb vagyonnal rendelkeznek, mint azok az emberek, azok meghatározzák a miniszterelnökök, az államelnököknek a működését. És ezt tudjátok, minek a révén tudták elérni? A hitel révén. A hitel révén. Ezt azt jelenti, hogy ahhoz, hogy ezt el lehessen érni, el kellett adósítani az országokat. Világos ez? Tehát ez nem csak az országokra vonatkoznak, tehát hogyha téged sikerül eladósítani, akkor teljes kiszolgáltatottságba kerülsz. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag azt csinálhatnak veled, amit akarnak, ha el vagy adósodva. Világos ez? És ez így van az országoknál is. Ha az országokat eladósítják, már pedig ugye a világ szinte összes országa, sőt az összes országa el van adósítva, talán kivétel Észak-Korea, és ugye Irán is ilyen volt, de most ugye a Covid volt, ugye rávették, hogy ő is vegyen föl hitelt. Tehát gyakorlatilag, vagy ők is vegyenek föl hitelt, tehát gyakorlatilag azért tudják irányítani az országok vezetését, mert maguk az országok el vannak adósítva, el vannak adósodva. Tehát, hogy ezáltal az országok nem szabadok. Világos ez? Na, ha ilyenről még hallottál, akkor ez érdekes, hogyha hallottál ilyet. Jó, tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag hiába van látszólag egy szabad ország, hiába van egy szabad, látszólag szabad választás, hiába kerül látszólag egy szabad miniszterelnök vagy egy államelnök az ország élére, mégis azok határozzák meg a miniszterelnök döntéseit, vagy az államelnök döntéseit, akik eladósították az országot. Tehát akiknek tartozik az ország, nem tudom, világos-e. Ezért van az, hogy minden áron fenn kell tartani egy ország adósságállományát, mert ha egy ország adósságát kifizetné, akkor ez a függőség megszűnne, és az az ország szabad lehetne. Na most ezáltal, hogy ne lehessen egyetlen egy ország sem szabad, ezáltal akár erőszakkal fenn kell tartani egy országnak az adósság állományát. Nem tudom, hogy elég világos ez a kérdés. Ugye mivel az egyéneknél még nem tudják elérni azt, hogy erőszakkal fenntartsák az adósságállományt, az egyének egyszerű, mert az egyének alapvetően, az egyéneknél alapvetően azt kell elérni, hogy rossz állapotba kerüljenek, és ha az egyén rossz állapotba kerül, akkor elveszti a teremtő képességét, a mai világban elveszti tehát a pénzkeresési képességét a rossz hangulata miatt. Tehát ha megnézed, egy rossz hangulatú ember, magába forduló, nem nyitott, sokkal kevésbé dolgos, mint egy jó hangulatú ember, sokkal fáradékonyabb, mint egy jó hangulatú ember, sokkal kevesebb energiája van, mint egy jó hangulatú embernek. Ezáltal ugye elérhető azt, hogy ne legyen elégedett maga az egyén, aki rossz hangulatban van az anyagi helyzetével, és felvegyen hitelt abból a célból, hogy az elégedettsége az anyagi helyzetével meglegyen. Világos ez? És ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az egyéneket manipulációval ráveszik arra, hogy hitelt vegyenek föl, de ez a
ez a manipuláció, ez nem feltétlenül közvetlen manipuláció, bár hiten reklámot elég sokat látsz, hallasz, a jártatban, keltetben és a médiában természetesen, de tudnod kell, vagy tudni érdemes, hogy gyakorlatilag könnyedén elérik az embereknél azt, hogy fölvegyenek hitelt, mert ahhoz csak azt kell csinálni, hogy az egyén rossz állapotba kerüljön, rossz hangulatba kerüljön, sok problémája legyen és ezáltal kerül rossz hangulatba, és ha az egyén, még egyszer mondom, ha rossz hangulatban van, akkor az egyén elveszíti azt a képességet, ami neki akkor megvan, hogy amikor jó hangulatban van, mert egy jó hangulatú ember az tele van energiával, egy jó hangulatú ember az munkakész, a jó hangulatú ember az nem fáradt, világos ez? Nem fáradt állandóan, mint egy rossz hangulatú állandóan fáradt, állandóan pihenni akar, neki állandóan menni kell pihenni valahova, érted? Vagy otthon kell pihenni, mindegy, mert azt mondja, hogy hát otthon nem tudok pihenni, ezért el kell valahova menni, hogy pihenjek, tehát a rossz hangulatú emberek ezt csinálják. Na most ezáltal, ha te pihensz, akkor nem keresel pénzt, világos ez? Ha nem keresel pénzt, akkor nem lesz elég anyagi bevételed ahhoz, hogy megvegyed azt, ami a szükségleted, vagy amit feltételezett, hogy a szükségleted, és ezáltal ugye maradnak csak a vágyaid, és hogy a vágyaidat beteljesítsd, fölveszel hitelt. Világos voltam? És onnantól kezdve, ha fölvettél hitelt, te olyan messze kerültél a szabadságtól, mint amilyen messze kerültek az országok azáltal, hogy el vannak adósodva. Világos ez? Úgyhogy ez egy ilyen történet, csak hogy tisztában legyetek vele. Sőt, azt is elérték az embereknél, hogy még inkább tisztában lásd, hogy az emberek képesek legyenek a biztonságukért feladni a szabadságukat. Ezt nagyon jól lehetett látni az elmúlt lassan 2,5 évben. Hogy az emberek a biztonságukért feladták a szabadságukat. Ami azt jelenti, hogy elérték, hogy azt higgyék, hogy nincsenek biztonságban. Érted? Mert ez, ha megnézed, az elmúlt 2 évben, biztonságban voltál vagy sem? Hát ha nem haltál meg, akkor biztonságban voltál, nem? Azok, akik meghaltak, azok nem voltak biztonságban, és az ország többsége meghalt? Nem. Gyakorlatilag az elmúlt 2,5 évben szinte ugyanannyian haltak meg, mint az előtti 2,5 évben. Érted? Tehát nem volt kiugró a halálozás. Ha nem hiszed, utána tudsz nézni. Tehát, és nem csak itt nem volt kiugró halálozás, sehol a világon nem volt kiugró, tehát ez egész bolygón nem volt kiugró halálozás. Tehát ami azt jelenti, semmivel jobban nem voltunk, tehát nem kellett semmivel jobban félni az elmúlt 2,5 évben, mint az előtti 2,5 évben. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy semmivel nem voltunk kevésbé biztonságban, az igaz, az elmúlt 2,5 évben, mint az előtti 2,5 évben. Érthető ez? De mégis elérték az embereknél, hogy ne érezzék magukat biztonságban, és féljenek. Érted? Ezt hogy lehetett elérni? Egyértelműen látod. Manipulációval lehetett elérni.
Tehát elhitették az emberekkel, hogy féljenek. Hát emlékezz, ez a fajta működés, ez ott kezdődött el, hogy hidegháború. Hidegháború mikor indult el? A 40-es évek végén indult el a hidegháború. És tartott, meddig a 80 valameddig tartott a hidegháború. A hidegháborúval kezdték el elérni azt, hogy manipulálva az embereket manipulálva elérjék, hogy féljenek. És ez semmi más nem kellett, csak média. Érted? Média kellett hozzá. Ha az emberek nem nézték volna, nem hallgatták volna a médiát, akkor nem is tudták volna, hogy hidegháború van. Érted? Tehát a tömeges félelemkeltés, az oktalan tömeges félelemkeltés az a hidegháborúval indult. Soha előtte ilyen nem volt, olyan félelemkeltés volt, ami jogos volt. Tehát nyilvánvaló, ha egy országot megtámadtak katonailag, hát akkor jogos volt a félelemkeltés. És ez volt az első, meg a második világháború, nem? Vagy az is jogos félelemkeltés volt, hogyha nem megtámadtak, hanem mi támadtunk meg mondjuk egy másik országot, és ezért megtámadtak ők is minket. Hát nyilván akkor jogos a félelemkeltés. Meg nyilván, hogyha egy férfi elment háborúzni katonaként, akkor jogosan félhetett attól, hogy lelövik, nem? Tehát gyakorlatilag jogos volt ugye előtte a félelem, de akkor is jogos volt a félelem, amikor, mit tudom én, törzsek egymásnak a területét úgy vették el, hogy mit tudom én, megtámadták a törzset. Akkor is, akkor jogos volt a félelemkeltés. Érted? Mert az egy jogos félelem. De a hidegháborúban hányan haltak meg amiatt, hogy háborúztak? Hát voltak csetepaték, mert volt a koreai háború ez alatt az időszak alatt, volt a vietnámi háború, akkor ugye volt még az afganisztáni háború, érted? Volt három háború, ilyen nagyobb. De az volt mindig ilyen helyi háborúk, azok mióta a világ azóta, vagy emberiség létezik itt a Földön, az elmúlt 4000 évben jó párszor előfordult, hogy háborúztak országok, népek, stb. Egymással. De nem lett belőle igazából az a hidegháborúban, amit mondtak, hogy lehet, nem? Lett? Nem. Na most, hogy indult például a Covid? A Covid úgy indult, hogy kiirtja az egész emberiséget, netántán, vagy az emberiség javát. Kiirtotta? Nem. Jogos volt így félni? Nem. Oké? Most van egy helyi háború. Látni azt, hogy az emberek megint tele lett a gatyájuk, megint félnek attól, hogy mi lesz. Hát ez a háború, ez tisztán arról szól, hogy Európa meg a világ féljen egy nagyobb, egy kiterjedt háborútól. De a kiterjedt háború a senkinek nem érdeke. De mondani kell, hogy kiterjedhet, hogy az emberek féljenek, nem tudom, világos-e. És akkor szajkózni kell, hogy kiterjedhet az háború, vagy ha nem is azt szajkózzák, hogy kiterjedhet, akkor azt, hogy nem jön gáz, nem jön ilyen-olyan nyersanyag, stb. Stb. Hát, hogy az emberek féljenek. Hát mi lesz, ha nem lesz gáz, mi lesz, ha nem lesz nyersanyag, stb. Stb. Na most gondold végig, mi lenne, ha nem lenne nyersanyag?
akkor netántán ismét lenne ruhagyárunk. Netántán. Érted? Mert most nincs. Volt több is. Most nincsen. Érted? Egyébként milyen nyersanyagra van még szükségünk? Nem lenne mobiltelefonod? Ja, és mi lenne? Belehalnál. Nem tudnál nézni tévét? Ja, és akkor mi lenne? Belehalnál. Érted? Milyen nyersanyagra van szükségünk? Ahhoz, hogy élj, milyen nyersanyagra van szükséged gyakorlatilag a ruhán kívül? Belehalnál, ha nem lenne autód? Nem. Több ezer évig nem volt autó, és mégse haltak bele az emberek. Furcsa volt. Mi van akkor, nincs nyersanyag? Ki a szart érdekel a nyersanyag? Érted? Mi van akkor, nincs nyersanyag? Hát előtte is egy ország ellátta saját magát. Érted? Nem kellett kintről össze-vissza mindent behozniuk. Akkor legfeljebb jobban vigyáznak a dolgaikra, nem? És nem vesznek mindent pár év után újból. Érted? Mi van, ha nincs mosógép? Mi van? És mikor nem volt mosógép, mit csináltak az emberek? Így van. Érted? Hát akkor lehet, hogy meg fogják javítani azt a mosógépet, de azt mondják, hogy mivel nincs a nyersanyag, nincs alkatrész. Hát akkor az emberek előveszik a régi mosógépet például. Érted? Ami ott áll, porosodik valahol, mit tudom én, valami fészerbe. Stb. Stb. És mi van akkor? Milyen nyersanyag? Egyedül tudom, milyen nyersanyagra van szükség? Ruhára. Az, de azt meg lehet termelni a földeken, a ruhára való nyersanyagot. Érted? Ahhoz nem kell más nyersanyag, csak föld, ahol termelik azt, ami a ruhához kell. Érted? Az meg a gyapjú, az meg kell, hogy etessék a birkát. Kell hozzá megint föld. Érted? Mert a gyapjú onnan van, a birkától. Érted? Te milyen nyersanyag? És ha nem veszel 5 hónaponta nyers telefont, új mobiltelefont, akkor mi van? És akkor mi van? És ha nem cseréled le 5 évente a bútorodat a lakásba, akkor mi van? Érted? Milyen nyersanyag? Miről van szó? Gondolkozzunk már. Oké? Okay? Hát például itt van ez a fűtés kérdés. Akkor nem 25 fokba leszel egy pólóba, vagy 26-ba, érted, télen, hanem lehet, hogy fölveszéljem most a pulóvert, és nem fogsz fázni, érted? Mert spórolni kell a fűtéssel, mint régen. Hát régen is úgy volt, hogy nem pólóba járkált otthon az ember. És akkor mi van? Milyen nyersanyag? Miről van szó? És akkor tele van az embereknek a gatyájuk azért, mert félnek ettől, attól, amattól. Miért? Azért, mert megszoktad, hogy fogyasztói társadalom van. És megszoktad, hogy mindenbe dúskálsz. És mi van, ha kevesebbet kell lenni, mert nem lesz annyi kaja? Akkor mi van? Nem lesz, mint dagadtak. Na, és akkor mi van? Ó, de nagy probléma. Érted? Hát az ember egy alkalmazkodó lény, aki képes arra, hogy alkalmazkodjon a helyzethez. Ha kevesebb kaja van, kevesebbet eszik, nem? És akkor mi van? Gondolkoz. És van értelme annak, hogy félj? Hát a félelem azt hozza el, hogy olyan hülyeségeket csinálj az életedben, érted? Ami miatt tele vagy problémával. Erre jó a félelem. És onnantól kezdve, mondom, legjobb módszer. Vegyél föl hitelt, kész, vége a szabadságodnak.
Tehát többet te nem vagy szabad, ameddig hiteled van. No, remélem, hogy valamilyen szinten ezt a kérdést helyre raktam, jó? De hogyha neked ez nem tetszett, amit most mondtam, semmi gondom nincs ezzel. Úgy éled az életedet, ahogy akarod. Nekem felőlem te leszarhatod a gatyádat, érted? Nekem teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Félelmedben természetesen, félelmedben. Így van, és legalább megtrágyázod vele a kertedet, ha van egyáltalán, nem akkor virágokat, tudod? Na szóval, nézzük akkor, hogy miért mondom ezeket a dolgokat, nézzük meg, hogy mit is csinálunk. Ugye ez az első rész, ez csak egy ilyen információs rész, ilyen információ átadás. Ezt úgy szoktuk nevezni, hogy tudatosságfejlesztés. Tehát, hogy legyél már egy kicsit tudatosabb. Ha te azt gondolod, hogy milyen szuper tudatos vagy. Aha, és hány probléma van az életedben? Ha annyira tudatos vagy, hány probléma van az életedben? Nem tudod, milyen problémákra gondolok? Megmutatom, jó? Itt van ezek a terület, ez 10 életterület. Mind rendben van? Az összes? Sehol semmi probléma? Tehát mind rendben van? Hát szerintem, hogyha mondjuk 100-ból egy ember találsz, akinek ez a 10 életterülete mind rendben van, akkor ügyes vagy. Akkor ügyes vagy. Na most, ha valaki azt mondja, most rávágt, hogy neki ez mind rendben van, azt tudod mi? Egóból hazudik. Mondom, egóból hazudik. Érted? Mert ezt csak úgy lehet rendbe rakni, hogyha ezen a területen az ember profi. Mindegyiken. Érted? Profi. Ha bármelyiken hibázol, már is probléma van azon a területen, pedig csak hibáztál, érted? Na a profi abban különbözik a többitől, hogy a profi az nem hibázik, érted? Ez a különbség. Tehát nem mindegy, hogy valaki nem ért hozzá, nem mindegy, hogy mondjuk amatőr szinten ért hozzá, vagy elmondhatja, hogy hát már elég jól értek hozzá, vagy azt tudom mondani, hogy profi vagyok azon a területen. Érted? Tehát a profi az, aki azon a területen nem hibázik. Érted? Tehát egy profitól elvárható, például egy profi kosarlabdázótól elvárható, hogy bedobja a kosarat, érted? Olyan helyzetbe. Ha hibázik, érted? Hát akkor már nem annyira profi. Világos ez? Egy profitól elvárható, hogyha olyan helyzetben van, mit tudom, kapura lő, akkor az kapura van lőve, érted? És nem össze-vissza elmegy a labda. Érted? Hát aki úgy rúg kapura, hogy össze-vissza száll a labda, hát az nem profi. Érted? Tehát a profi azt jelenti, hogy azon a területen gyakorlatilag hibátlan. Érted? Na most ezek az életterületek mind olyan, hogyha hibázol ezen a területen, bármit is, kisebb-nagyobb mértékben, akkor létrehoz egy problémát. Ennyi. Na ezért, ugye valaki azt mondja, hogy ezen a területen mindegyiken én profi vagyok, akkor azt nem ő mondja, hanem az egója. Érted? Na most az egoista emberekkel viszont baromi nehéz ám együttműködni. Mert az egoista ember az úgy működik, hogy én, aztán másodszor is én, meg harmadszor is én, aztán utána talán a többiek. Érted?
Mert ugye az egoista, az maga az ego szó azt jelenti, hogy én. Jó? Tehát miért kellene együttműködés? Hát azért kellene együttműködés, mert önállóan ezeken a területeken az ember soha nem lesz profi. Világos voltam? Soha. Tehát ha bárki ezeken a területeken profi akar lenni, annak együttműködőnek kell lenni. Ha valakinek meg jó nagy az egója, akkor annál kisebb az együttműködési hajlama. Világos ez? Minél nagyobb egója van valakinek, annál kisebb az együttműködési hajlama. Miért? Mert az együttműködéshez szükséges másoknak az elfogadása. Érted? És egy egoista mások elfogadását, hát mások elfogadása távol áll tőle az egoistától. Oké? Tehát ő csak saját magát tudja elfogadni. A többi az hozzá képest, mint hülye. Oké? Tehát ezáltal, ha találkozol olyan emberekkel, akik nem hajlandók az együttműködésre, akkor tudd, hogy jó nagy egóval rendelkezik. Jó? És hagyd a francba őket, jó? De szó szerint. Hadd süljenek a zsírjukban, a saját zsírjukban. Hát ez a baj avval, hogy ugye, hogy ez a, most azt jutott eszembe róla, hogy ugye saját zsírjukban sülni, ez a pokol jutott erről eszembe. Na szóval, menjünk vissza. Ezen a bolygón 2035-re aranykornak kell lennie. De az, hogy aranykor lehessen, és minél nagyobb lélekszámú aranykor lehessen ezen a bolygón, ez az kell, hogy az emberiség életét megnehezítsék. Ehhez van egy nagyon egyszerű kis tanmese, egy kis nem túl hosszú tanmese. Átmegy a szomszéd a szomszédjához, és beszélgetnek ott a nappaliba, és a nappaliba van egy kutya. Hát a, nyilván az kutya, a háztulajdonosnak a kutyája. És ahogy beszélgetnek, ott fekszik a kutya, és időnként a kutya felvonyít. Majd a vendég meg besokal ettől, és megkérdezi a tulajdonostól, hogy te ez a kutyának mi baja van, hogy időnként itt felvonyít? Azt mondja, ott ahol fekszik, kiáll a szög, egy szög a padlóból, és az a szög szúrja. És akkor megkérdezi a vendég, hogy hát de miért nem megy arrébb? Hát mert annyira nem szúrja. Na most ugyanez van most az emberekkel. Vonyítanak, nem? De annyira nem szúrja őket a szög, nem szúrja őket az életük annyira, érted? Hogy tennének azért, hogy mozdulnának, érted? Nem mozdulnak. Élik ugyanazt az életet, mint eddig, érted? És szúrja őket a szög, de annyira nem szúrja, hogy mozdulnának, elmozdulnának abból a helyzetből. És ha ezt megnézed,
ez mondhatjuk azt, hogy az emberek több mint 90%-ára jelenleg igaz. Érted? Csak ugye az a baj, hogy ez mintha olyan lenne, mintha az a szög ugye jönne egyre kíjjebb a padlóból. Egy olyan világban élünk, hogy valami automata szög az, és így jön kifele. És az a szög az egyre jobban fog szúrni, érted? És az azt jelenti, hogy hát most vagy valakinek átszúrja majd a belét, nem tudok mást mondani, és de abba bele lehet halni, tudod? Vagy mire oda jutna, addigra tényleg föláll arról a szögről és lép. Tehát mi a megoldás? Tehát én mindig azt láttam, hogy az a megoldás, miért mondom ezt? Hát most gondoljátok végig, azért több százezer embernek vittünk el valamilyen életjobbító lehetőséget itt az elmúlt 30 évben és 31 évben, és több tízezer emberrel működtem együtt, közvetlenül vagy közvetett módon. És ugye ezáltal ugye elég sok tapasztalattal rendelkezek az emberekkel kapcsolatban, és látom azt, hogy az emberek hogy működnek, milyenek. És látom azt, hogy ahogy most működnek, megnézzük, gyakorlatilag ugyanúgy működnek, mint ahogy működtek. Tehát mintha mi se történt volna, legfeljebb jobban félnek. És ugye ráadásul kaptam egy olyan képességet, hogy olyan információkat adnak át a fentiek isteni létformából, olyan, ami a hasznunkra válik. Ezek az információk, ez tudás és a jövőről szóló információ. És ezáltal ugye egy kicsit jobban látom, hogy merre alakulnak a dolgok, és hogy mi várható, és mi van jelenleg. Hát mint az átlagember. És hát ez a kicsit, inkább azt mondom, hogy sokkal jobban. És ez nem ego kérdés, hanem ez ténykérdés. És ugye azt a küldetést kaptam a fentiektől, hogy a PPH közösségével indítsuk el, hozzuk létre a jövőbeni aranykort. De azért hozzáfűzném, hogy a jövőben, az aranykorban nem lesz szükség miniszterelnökökre, államfőkre, meg minisztériumokra, meg ilyen baromságokra. Érted? És nem lesz szükség arra, hogy az embereket olyan módon irányítsák, mint ahogy most irányítják, mert az emberek egyszerűen fogják tudni, hogy mi a dolguk, és képesek lesznek egymással megbeszélni a tevékenységeket. És ezáltal ugye az aranykor egy teljesen másfajta társadalmi forma, ami jobban hasonlít a fenti társadalmi formához, az isteni társadalmi formához, mint a jelenlegi földi társadalmi formához. Tehát még egyszer mondom, jobban hasonlít. És ugye az lenne a cél, hogy mivel a Földön az elmúlt több ezer évben egy-egy generáció 25 év, egy-egy generációból viszonylag kevés olyan ember került vissza a fenti létformába, tehát még egyszer, tehát az elmúlt évezredek során a generációkból, tehát 25 év egy generáció, viszonylag kevés olyan ember jutott vissza a fenti létformába,
ezáltal a fentiek ugye azt találták ki, hogy úgy lehet visszajuttatni az embereket tömegesen a fenti létformába, ahhoz képest amennyien visszajutottak, hogyha az emberek tömegesen tudatosodnak. Tehát régen azok jutottak föl vissza a fenti létformába, akik tudatosodtak, de az viszonylag kevés ember volt. Miért? Nagyon egyszerű, hogy miért volt kevés. Mert a tudás az viszonylag korlátozott volt, a tudáshoz jutás. Most meg a tudáshoz jutás sokkal, sokkal szabadabb, mint valaha a történelem során. Ezáltal, ha az emberek olyan tudáshoz jutnak, ami által képesekké válnak a szeretetben, békében való együttműködésre, ugye ezt meg tudatosság nélkül nem lehet elérni, ezáltal ugye sokkal nagyobb esély van arra, hogy sokkal több ember jusson fel a fenti létformába, mint valaha a történelem során, sőt, mint eddig az egész emberiség életében. Tehát az egész emberiség életében nem jutott vissza a fenti létformába annyi ember, mint amennyi most visszajuthatna. Világos ez? De ehhez az kell, hogy az emberek tudatosodjanak. A tudatosodásnak meg vannak feltételei. Például az egy nagyon fontos feltétel, hogyha az ember elnyomást kap, és az elnyomást nem tudja kezelni, vagy az elnyomót nem tudja kezelni, akkor a tudásában visszaesik, és olyan, mintha nem is tanult volna semmit. Ezért ugye megnézitek, régen csak azok tudtak feljutni a fenti létformába, az emberi létformából, akik elvonultak mondjuk zárdába, vagy kolostorba, vagy remeteként élték az életüket, és közben bőszen tanultak. Oké? Na most, a mai világban, ugye, hát gyakorlatilag, ha remetének vonul valaki, vagy zárdába, vagy kolostorba vonul, akkor megint ugyanaz a helyzet, hogy viszonylag kevés ember tud feljutni abba a létformába, amiből jöttünk. Az az isteni létforma. Most nem a tested jut vissza, a lelked, jó? Ennyi. Tehát a lelked, ami benne van. Benned van. És lényeg az, hogyha viszont elérik az emberek azt, hogy tömegesen együttműködve, békében, szeretetben együttműködve tanulnak, és egyre inkább kizárják az életükbe az elnyomást, akkor ez nem nagy akadály, hogy ezt megtegyék az emberek. De természetesen az nem maradhat el, ami a múltban is megtörtént, ugye a remetéknél, a zárdákban, vagy pedig ugye a kolostorokban, hogy sokat kell tanulni. Na most nézzük meg, hogy ugye mit csinálnak itt azok, akik mondjuk főtevékenységben csinálják a PPH-t, vagy a Nyílt Akadémiát. Azt csinálják, hogy szervezik az embereket tanulónak, és akik hozzájuk tartoznak, közvetlenül vagy közvetve, azokat segítik abban útmutatásokkal, hogy az életükben a problémáikat hogyan oldják meg. Tehát olyan emberekkel foglalkoznak, akik itt tanulnak. Oké? Tehát akik itt tanulnak. Tehát
hajlandóságot mutatnak arra, hogy tanuljanak, fejlődjenek. Ha egy ember tanul, akkor azért tud fejlődni, mert a tanulásából származó tudás által elkezdi a problémáit megoldani. És ahogy oldja meg az illető a problémáit, azzal párhuzamosan egyre kevesebb problémát idéz elő, tehát egyre kevesebbet hibázik. És ezáltal ugye egyre jobban érzi magát a bőrében, mert egyre kevesebb és kevesebb problémával rendelkezik. És ha van egy kis hűtnivalója, még ezen túlmenően, hogy itt tanul, akkor ő is elkezdi azt csinálni, mint amit a vezetői csinálnak. Hogy elkezd olyan emberekkel foglalkozni, akik nyitottak a fejlődésre, és itt tanulnak. És szervezi őket, illetve elkezdi segíteni tanácsokkal ugye az életüket, nyilván akkor, hogyha jelentkeznek tanácsért természetesen. És ezáltal kizárja azokat az embereket az életéből, akik nem akarják a problémáikat megoldani, csak problémázni akarnak, érted? Csak energiát akarnak elszívni másoktól, érted? És kizárják azokat, akik egyszerűen azt csinálják, hogy kapnak valami elnyomást, és akkor rajtad kitöltik azt a fajta ösztönüket, hogy rajtad kiélik az elnyomói éppen tulajdonságukat, amit nemrég kaptak, úgy értve, hogy elnyomták, és az elnyomást továbbadja mondjuk, rajta gyakorolva ezt a dolgot. Érted? Tehát én azt látom, hogy azok az emberek, akik itt tanulnak, azok tudják, hogy hogy működik ez az egész mechanizmus, egyre inkább tudják, ugye ahogy itt tanulnak, és függetlenítik magukat azoktól a személyektől, akik rendszeresen elnyomják őket, vagy időnként elnyomják őket. És ezt mondom még egyszer, azért nagyon fontos, mert ha egy embert elnyomnak, akkor ameddig az elnyomás hatása alatt áll, az kisebb, hosszabb, rövidebb idő, tehát rövidebb, hosszabb idő, attól függ, ő nem képes tovább fejlődni. Érthető? Tehát például egy depressziós embert próbálná tanítani, hát olyan, mint a falra hánynád a borsót, érted? Nem lenne semmi értelme. Tehát ezért ugye egy depressziós embert előbb jobb állapotba kell hozni, hogy taníthatóvá váljon. Világos ez? És ez minden esetben így van. Minden esetben. És ez akkor is így van, ha valaki éppen jó állapotú, de hirtelen rossz állapotba kerül. Ameddig rossz állapotban van, gyakorlatilag az ő tanítása, fejlesztése az farhány borsó. Érted? Márpedig, ha megnézed, beszélgetsz az emberekkel, nem PPA-sokkal jellemzően, hanem egyéb emberekkel. És csak úgy elkezdesz beszélgetni. A legtöbb esetben mit kapsz? Panaszáradatot. Érted? Tehát egy olyan ember, aki panaszáradatból áll, az taníthatatlan. Érted? Az taníthatatlan. Tehát ezért
Ugye csak mondom, azok, akik szervezéssel is foglalkoznak, hogy mi nem eladni akarunk valamit az embereknek, mi nem akarunk eladni nekik semmit. Érted? Mert egy panaszkodó embert könnyű rávenni arra, hogy vegyen. Érted? Hogy megvegyen valamit. Arra nagyon könnyű rábeszélni. Ezért a kereskedelemben egy olyan állapotú ember, aki ilyen panaszkodó, azt könnyen rá lehet venni arra, hogy vásároljon. Érted? De nekünk nem vásárló emberek kellenek. Nem az kell, hogy valaki vegyen, hanem az kell, aki tanuljon. Aki azt tanulni akar, érted? Fejlődni akar. De Krisztus koporsóját sem ingyen őrizték. Ezáltal a képzésnek van egy ára. Egy olyan ára, ami páratlanul kedvező. Olyan típusú képzéseket, ahol amiből az ember fejlődni tud, te nem fogod megkapni, te nem fogod megkapni mondjuk óránként 3000 forint alatt. Érted? Mondom, óránként 3000 forint alatt. Nálunk ez 330 forint. Óránként. Érted? És ettől mondjuk kivétel az első hónap. Az első hónap az óránként 660 forint. 30 órányi képzést nyújtunk egy hónapban átlagosan. És bármilyen az életeddel kapcsolatos problémád van, volt vagy lesz, arra itt van tudás és módszer. De nem a díjmentes részben, hanem abban a részben, ami nem díjmentes. És miért? Hogy a csere működjön. Világos ez? Tehát ha itt valaki úgy akar tanulni, hogy ingyen, az nem etikus ember. Mert nem akar adni a tudásért pénzt. A tudás soha nem volt ingyen. Világos ez? Soha nem volt ingyen. Tehát ha mondjuk egy könyvet akartál, nem, egy könyvből akartál tudást szerezni, akkor azt a könyvet meg kellett venni. Érted? Tehát olyan, hogy ingyen tudás, az csak az etikátlan emberek elképzelése. Világos ez? De mi a tudást úgy állapítottuk meg, hogy bárki számára megfizethető áron legyen nyújtva. Érthető ez? És ha te sokallod ezt a második hónaptól 330 forintot óránként, akkor annyit tudok mondani, hogy menj el tanulni 3000 forintért máshova. Érted? Semmi gond nincs ebben. Tehát, hogyha neked, vagy ha ingyen akarnád azt a tudást, amiben a módszerek vannak, akkor úgyse fogsz találni ingyen olyan tudást, amiben módszerek vannak. Jó? Milyen egyszerű. De ennyiért sem fogsz találni, csak jóval többért. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Hát nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós mesterkócsnak. Ebben megint benne volt minden, ami most a jelenlegi helyzet és a megoldások is hozzá. Én életem legjobb döntésének tartom, hogy elkezdtem itt a képzést, és azóta is itt tanulok. És itt is fogok mindaddig, amíg meg nem tanulom a 10 életterület teljesen jó működtetését. Én mindenkinek azt tudom javasolni, hogy jöjjön és tanuljon itt a PPH-nál, mert sehol máshol ez a tudás nincsen meg. Motivációs tanításokkal semmire nem lehet menni, 5 percig érezzük jó magunkat, utána nincs mitől alkalmazni.
Szedlacsik Miklósnak valóban megvannak azok a képességek, amiket említett. Ezt már mind megtapasztaltuk itt a néhány év alatt a csapattal. És nagyon jó, hogy van csapatunk, csapat nélkül nem lehet fejlődni. Tükrök vagyunk egymásnak, és tanítjuk egymást. A tandíj is valóban egy annyira megfizethető összeg, most ha valaki nem tud 9800 forintot félretenni, bármilyen problémája van, bármilyen szakemberhez fordul, nem fog segíteni ennyi pénzért egy alkalommal sem. Hát én is nagyon szépen köszönöm Szedlacsik Miklósnak ezt az előadást. Hát nagyon elgondolkodható volt ismét. Azért egy dologra nagyon felhívnám figyelmeteket, hogy minden, ami velünk történik, az a mi érdekünkben történik. Magyarul, tehát nem véletlenül hallgatsz bennünket, nem véletlenül kerültünk egy helyre össze. Tehát mindennek megvan az oka, és megvan az ideje, és a legjobb idő ez a most. Tehát gyere közénk, és ne problémázz azon, hogy ne keresd az okát annak, hogy valami miért hagyott el, valaki miért hagyott el. Annak is megvan az oka, megvolt a tanítása, magyarul már nincs rá szükséged, nem tudsz már tőle többet tanulni, és itt a lehetőség új közösségbe, új csapatba, itt a PPH-nál nagyon jó közösség, és nagyon jó tükör egymásnak. Mindent megtalálunk egy helyen, sok előadást hallgattam én is, akik egy témáról nagyon jó előadók vannak, de ennyire konkrét és ennyire összefüggő előadásokat, mint Szedlacsik Miklós tanít, itt a PPH-nál máshol még nem találkoztam. Most pedig szünetet tartunk, utána coachképzésünk lesz, amelyen, ha részt tudsz venni, várunk szeretettel, ha van rá lehetőséged. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részt vettél és megtiszteltél minket. Nagyon szépen köszönjük. Most pedig 25 perc szünet következik. Nagyon szépen köszönöm.